továbbra is az egyetlen jobboldali mozgalomként van jelen Fejér megye 4-es számú választókerületében. Kérlek benneteket, egy segítsetek még, nyomjuk meg ezt a délután, és nagyon-nagyon-nagyon nagy sikerrel fordulhatunk rá a jövő hétre. Időközi országgyűlési választásra készül Fejér megye 4. választókerülete, és meg fogjuk mutatni, hogy a Mi Hazánk mozgalomnak helye van a Magyar Országgyűlésben, igény volna rá szerte az országban arra a harmadik utas politikára, amelyre egyre nagyobb arányban érkeznek támogatók, egyre nagyobb számban jelentkeznek a Mi Hazánk mozgalomba az aktivisták, és itt most egy nagyon komoly kampánycsapat sorakozott föl a dunajvárosiak vezetésével, de a környező településekről is sokan segítik azt a kampányt, amelyben Árgyalán János képviselőjelöltünket szeretnénk támogatni és az országgyűlésbe segíteni. Ebben a kampányban szeretnénk bemutatni programunkat és magát Árgyalán Jánost, aki nagy családosként réges-régi bajtársunk és segítőnk, orosz és angol nyelvtanárként is dolgozik emellett, illetve 9 éve a Fejér megyei közgyűlés tagjaként, régi lokálpatriótaként, Fejér megyei elnökünként is képviseli a helyiek érdekeit. Én azt gondolom, megérett az idő, hogy ezt a munkáját az országgyűlésben folytassa. Egyébként Fejér megyében pontosan főleg a déli települések szorulnak elsődlegesen segítségre, melynek segítségére sietett már Árgyalán János is többször, hiszen számtalanszor szervezett támogató rendezvényeket, vitt ruhaneműt, élelmiszert, segélycsomagokat, illetve szükség esetén bármilyen segítséget magánszemélyeknek és intézményeknek egyaránt. Itt az ideje, hogy ezt most már szervezett formában országgyűlési képviselőként is folytathassa Árgyalán János. A kampányunkban pontosan azt a helyi programot szeretnénk bemutatni, amivel fel tudnánk virágoztatni Fejér megyének ezt a déli részét. A Fejér megyei közgyűlésben legfőképp a hátrányos helyzetű térségekkel, a hátrányos helyzetű településekkel foglalkoztam, és most úgy érzem, hogy Dunaújváros és környéke is erre a címre megérett, hiszen ez a térség sajnos az elmúlt évtizedekhez képest leszakadóban van. A gyárakat, az üzemeket külföldiek vették meg, akik csupán a profit maximalizálás céljából a dolgozókat éhbérért dolgoztatják sokszor, rossz körülmények között, és ez a térség igenis segítségre szorul. Mondjuk ki, hogy Dunaújváros és az újvárosi régió, az újvárosi térség ennél sokkal többet érdemel. Legfontosabb célom, hogy ezt a térséget úgy olyan tisztességesen képviseljem az országgyűlésben, hogy újra legyen hangja ennek a térségnek, újra gazdasági eredményeket tudjunk elérni együtt, és Újváros újra vezető térsége legyen ne csak a megyének, hanem jelentős, meghatározó gazdasági szereplő legyen az egész országban. Én azt gondolom, hogy Dunaújváros sokkal többet érdemel a jelenleginél, az újvárosi régió sokkal többet érdemel a jelenleginél. Kérem, február 16-án szavazzanak Árgyalán Jánosra, szavazzanak rám, támogassák a Mi Hazánk mozgalmat szavazatukkal. János, fel a győzelemre! Köszönöm sok sikert szépen. Kívánok, büszkék vagyunk rád. Köszönöm és büszkék szépen. Vagyunk a kampánycsapatunkra is. Köszönöm. Hajrá. A segítséget! Folytassuk az ajánlásgyűjtést és a kampányt! Köszönjük!